Már több mint 50 éve nézi a Mörösnegyedi tömbházakat a barokk Mária oszlop. Kolozsvár első köztéri szobra, az erdélyi barokk szobrászatnak egy kiemelkedő alkotása. A megrendelője Kornis Antal volt, az erdélyi katolikus arisztokrata elit egyik kimagasló személyisége, illetve felesége Petki Anna. A szobrász szintén a korszak legkimagaslóbb művésze volt, Anton Schuchbauer, és fennmaradt a szerződés, ebből pedig tudjuk, hogy a szobor egy nagyon grandiózus tervvel indított. A Mária alakja mellett még 15 szentet is el akartak készíteni, 9 angyal lámpásokat fogott volna, illetve a család címerállata, az unikornis is megjelent volna az alkotáson. A szobor amúgy a Közép-Európában ismert ikonográfiai típusba tartozik, Mária oszlopokkal találkozhatunk Európa más városaiban is. Ezek fogadalmi szobrok voltak, illetve védelmi szerepet is tulajdonítottak nekik. Kornis Antal minden bizonnyal a pestis járvány elmúlta miatt állítatta, mint egy hálaképpen a mennyeieknek. Hamarosan ezt a szobrot áthelyezik innen, a Szentpéteri templom mögül, ide, a főtérre, arra a helyre, ahol eredetileg is állt. Az 1950-es évek végén került erről a helyről. 57-58-ban restaurálták, majd utána áthelyezték, pár évig kallódott. És hogy miért volt szükség erre az áthelyezésre? Hát azzal indokolták, hogy a vallásos szobor a világi tudást megszerezni vágyó diákságnak az ideológiáját megrontja, ezért kell innen az egyetem közelségéből valahova máshova elhelyezni. Az egyetem urait zavarta ezt az 50-es évek elején, és emiatt került előbb az óvárba, a ferencesekhez, és azután a Szentpéteri templom mögé, ahol nagyon méltatlan, erodálódott állapotába került, eltűnt a kis arany koronája, nagyon szép éke, de most ez szerencsére megvan. Ezek a kis tárgyak, puttók, meg savanyú, amik letörtek róla az évek során, ez is érdekes. Látod, hogy gondolat kérdezi, mely gondolat mentén? Hát azt figyeltük. 80-as években magam fogtam ilyen puttódarabot, tehát hova vidd, ott van mellette egy templom, levittük az altemplomba. Az altemplom sarkába, ott állnak ilyen kis szárnyas fejecskék és figurák, amik most remélem, hogy műves módon, tehát mindenképpen szakrestaurátorral kerülnek a helyére. Itt voltak ilyen hangok már ezelőtt 10 évvel, hogy ez milyen jó lenne, ha visszakerülne. Tehát én erről úgy hallottam a városban. Nem tudom, hogy ki vetette fel a gondolatot, ki nem. Itt a lényeg az, hogy a szerencsés módon a város, hogy úgy mondjam, a végére hagyta ennek a 9 utcának a köztérrendezését. Ezt kiemelten fontosnak tartom, mert már túl vagyunk a gyermekbetegségeken. Tehát már lezajlottak a főtér és egyéb központi utcák rendezései, viszont mindenki tudta, hogy ez a hab a tortán. A Farkas utcáról aztán ezt nem kell különösebben elmondanom, egyetem utca tartozéka ennek, és ez egyrészt egy nagyon szerencsés mód, és az is szerencsés, hogy a város ezt nem úgy lebratyizta két ismert tervező, hanem kiírt rá egy versenyt. Itt az Osztrák-Magyar Monarchiában rend volt. Hát itt volt topográfia, volt kadaszter, ezek jegyezve voltak, fel se tevődött ez a kérdés, ez nem egy gondolat mentén. Volt valakinek valami, azt nem vitattuk el, így a közteret sem. Sőt, odáig menően, hogy ezt fel is dolgozták, ezek már ilyen egyetemi lezajlott doktorátusi munkák, hogy na, hol volt például a Mária szobor. Ráklikkelünk, akkor az interneten egyből elérhető ez a dolog. Nyilván színazonosan a korábbi helyére tesszük vissza, már csak annak okán is, mert azért annyira komolyan nem működtek a Komcsi atyafiak, hogy a föld alatt is eltüntessék a dolgot, és miért ne használnánk ki azt, hogy megvan ennek az alapozása. Ez a tárgy egy ilyen térszervező elemként működik itt, túl a szimbolikus értékén. Szimbolikus értéke, mely igencsak időszerű, ugye? Amiért ez ide került, ez egy fogadalmi oszlop. Azt hiszem, hogy kolozsvári józanul gondolkodó ember itt látja, ha nincs itt is. Azonban levágták a lábamat, és ott marad a fantom fájdalom. Na most ez is egy kicsit ilyen. Nem egy gondolatként merült fel. Ez a tér egy ilyen városi szalon. Tehát tulajdonképpen nem egy utcában vagyunk, hanem egy köztéren. Ez az izgalmas, ami a főtérnek a kis leánytestvére.